Pécelen a Legyél te is angyalka ünnepi gála műsorát a helyi család és gyermekjóléti szolgálat szervezte. Az idén 6. alkalommal megrendezett ünnepi eseményen 368 gyermeknek adták át az ország különböző részeiből érkezett ajándékokat. Én azt kívánom, hogy legyen ma egy nagyon kedves nap, egy kicsit több figyelmet majd a következőekben, és mindannyiótoknak áldott békés karácsonyi ünnepeket, és szerencsés boldog új esztendőt kívánnék. A térség országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy már nem csak Pécelen, de Vecsésen és Üllőn is érkeznek az angyalok. Nagyon nagy ötlet volt, aki kitalálta ezt a Legyél te is angyalka programot, és azt is elmondhatjuk, hogy most már ezt a know-how-t több településen megpróbálják utánozni is. Már van követőnk Üllőn, és ebben az évben először Vecsésen is Legyél Vecsésen angyalka volt, Üllőn pedig Jézuska járatnak hívják ezt a dolgot. Nagyon nagy öröm, 368 gyerek részesül ma valamilyen ajándékban, és meg szeretném kérdezni a hölgyeket és az urakat, az ifjú hölgyeket és az ifjú urakat, hogy mindenki itt van-e? Ha igen, akkor egy hangos igennel mondjátok. 1, 2, 3. Na, ezt még gyakoroljuk, tehát 3-ra egy köszönömöt. 1, 2, 3. Remélem, mindenki olyan ajándékot kap majd, amilyet elképzelt. Először is köszönöm még egyszer azoknak, akik segítettek ennek a programnak az előkészítésében. Azt hiszem, megérdemelnek majd egy nagy tapsot. Nektek pedig áldott békés karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok. Szervusztok! Nincs annál nagyobb boldogság, mint amikor valakinek örömet szerezhetünk. Ezt már a jeruzsálemi Szent János szuverén máltai lovagrend vezetője mondta köszöntőjében. Számomra megtiszteltetés, hogy én már nem tudom, hanyadik alkalommal, de 3. vagy 4. alkalommal meghívást kaptam erre a nagyon kellemes, hangulatos kis eseményre, mert én úgy gondolom, hogy nincs annál nagyobb öröm és felemelőbb érzés, mint amikor örömet tudunk valakinek szerezni. És jó látni itt a rengeteg gyereket, akik megírták üzenetbe, hogy mit várnak az angyalkától, és hogy egyike lehetek azon szervezeteknek, de itt jó néhányan vagyunk, akik ezen álmok megvalósításában segíteni tudnak. Tudom, ezek csak apróságok. A nagyobb dolog az, hogy örömet tudunk ezzel okozni, és nagyon remélem, hogy valamennyi ötöknek ettől egy kicsit jobb karácsonya lesz, a hóról már gondoskodtunk, és remélem azt, hogy hosszú éveken keresztül még találkozunk ilyen alkalommal, addig pedig óvodában, iskolában, bölcsödében kiki sikeresen éli életét és tanul. Minden jelenzőnek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! A szervezői munka oroszlán részét felvállaló Péceli Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai büszkén álltak ki a színpadra. Nagyon bízunk benne, hogy minden gyermek azt az ajándékot kapja az angyalkájától, amit megálmodott, amit szeretne. Szerintem az angyalok azon gondolkodtak, hogy feltétlenül azt vegyék meg. Örülnék, hogyha egy nagyon kellemes estétek lenne, nagyon boldogan mennétek innen haza, és szeretnénk a csapatunk nevében mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánni. Érezzétek jól magatokat! Az ünnepi műsor, a versmondás és a zenei program után mind a 368 kisgyermek megkapta ajándékát. A karácsony meghív kicsi játszol, angyal suhan át a szobámon. Fehér hósipka a házon, csendes, békés a karácsony. Kint esik a hó, szánkózni nagyon jó, de mi most mégse szánkózunk, angyalkákak várunk. Kinek labda, kinek köv, Levi mindenki nevébe köszön, boldog karácsony!
lesz majd ott egy papír angyal. Én küldtem el hozzátok, azért, hogy a fenyőfánkra ti majd visszahozzátok. Olyan, mint ti, úgy csináltam, repülve jár, nem gyalog. Olyan jó, hogy vele szálltok, karácsonyi angyalok. Kis jászolban Jézus fekszik, az angyalom rá vigyáz. Körülötte bárány tehén, egy szamár is ott igáz. Jézus mellett apja, anyja, s róla szólnak a dalok. Olyan jó, hogy van karácsony, karácsonyi angyalok. Majd, ha akar, lefekszik. Együtt van az egész család, s köztük én is